Sziasztok, üdvözletem, minden Albert Pésáról, és sikerült megtalálni a 750 kilométeres lafó állomást. Úgyhogy most megpróbálom, hogy amennyire lehet körbejárni és végigfotózni. Ja, fele ott már a 400 kilométeres vezetékek mennek, azt hiszem az egyik megy Szlovákiába, a másik meg Göt felé, hogyha jól emlékszem. És a túloldalt is majd arra fele lesz még aztán két leágazás, az egyik a Szolnok fele, most már régebben Békés Csabáról, most már Szolnok fele, mert ott az ottaiba csatlakozik, és úgy megy tovább. Van egy, amelyik Martonvásár felé megy, és szerintem arra fele majd jobban lehet látni itt a szigetelőket, meg a trafókat is. És egyébként azt nézzétek, az ott egy nagy trafó, amit itt ezzel a trélerrel hoztak. Mindjárt mindenki is megnézem a ma oldalról is. És igen, ezt nézzétek, itt a másik bekötő úton bejön, mert jobban látszanak a vezetékek. És valószínűleg arra lesz majd egy telefonna majd akarva közelebb menni, és akkor azt is megnézzük. És egyébként valószínűleg itt is lenne valami szép szigetelő, vagy... Egyébként ezen az alállomáson biztosan van szolgálat, meg biztonsági őrzés voltak a próba a másik oldalt. Nem tudom a videó mennyire hallatszik, de itt aztán zúgnak az amperek keményen. Megnézzük, hogy mi van erre az oszlopra írva. Aha, ez az Alberti és a Martonvásár az egyik. Akkor ez megy Martonvásárra, a másik meg szerintem Görre vagy Szlovákiába. Azt hiszem Lévára megy még egy vezeték, ha jól emlékszem. A másik pedig Görre. Viszont akkor a 750 kV-os meg a túloldalt jön benne, azt kéne keresni. És szerintem arrafelé van még egy nagy trafónal, akarva közelebb menni és azt is megnézni. Zúgnak ám az amperek rendesen, de itt viszont be lehet látni, ez az. Ezért megérte megkerülni. Alberti és a kerepes. Akkor ez lenne a Gödi. Kerepes. Itt jöhet be egyébként a 750 kV-os is. Ez a Békéscsabai vezeték, ez rá van írva, hogy Alberti és a Békéscsaba, viszont úgy tudom, hogy ez be van köszön most már Szolnokra és onnan megy tovább. Az pedig Alberti és a Kerepesi szintén 400 kV. De van kötve, viszont az a vezeték meg mintha nem menne sehova, tehát az oszlopra az van írva, hogy Alberti és a Kerepes. De utána, jó, hát vagy... De most miért menne tovább a föld? És ezzel az oszlopon csak az egyik oldalán van vezeték. Másik oldalán ott van a küdesed a tartók. A másik nagy trafótelep, nem tudom mennyi látszik, próbáltam a lencsét itt adatszok, viszont ott ja, azok ott a trafók. Ez meg egy beépítése váró trafó, túlméretes lakomány. És akkor a másik oldalról is megnézzük.
és szerintem az a vezeték lesz a 750 kV-os. Szóval kicsit közeledben akarban megnézni az a fókat. Igen, és ezt nézzétek, ez valóban egy 750 kV-os oszlop. Meg Ország Katár Albert is a 750 kV. Az egyébként az országban a legnagyobb feszültségű távvezeték. Úgy tudom, csak ez az egy 750 kV-os van. És ott van valahol a trafó arrafele, csak most oda nem tudok bemenni jobban. Jobban nem tudom közelíteni, mert elég nagy a sár. És azok ott a szigetelők. 750 kV-osnak már elég komoly függő szigetelői vannak. Azt nézzétek. Az a függő szigetelő. És ez azt hiszem, ez egy merevítő oszlopnak hívják. Ugye itt van egy tödés a vezetékbe. Na, akkor sziasztok, ez a videó is ennyi lett volna. Az Alberti is, hogy a trafóállomást azért próbáltam teljesen bejárni, keresztül kasó minden irányba. Hát ennél jobban nem lehet szerintem. Na most átjöttem ide a túloldalra, itt is megnéztem, igazából körbejártam itt a kerítés mentén az egészet. Hát próbáltam videózni, amit lehetett. És hát érdekes, meg hatalmas nagy monstrum. Ez már biztos, és az egyetlen 750 kV-os trafóállomás, hogyha jól tudom, az egész országban. És hát hatalmas nagy építmény, meg elég, de meg érdekes. Szerintem az ország egyik legnagyobb trafóállomása is ez. Még belülről is érdemes lehetne ezt megnézni, hát hogy majd utána kell nézni, vagy nem van miért, hogy ilyesmi, akkor már elmenni, belülről is megnézni. De az biztos. Szerintem akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!